Azt gondolom, hogy nagyon sok színház és zeneműintézmény most készül fel a következő évadra. Ahhoz, hogy a bérleteket, jegyeket értékesíteni lehessen, és fölhívják a nézőknek a figyelmét, már most előre kell tudni, hogy mivel is várják az érdeklődőket a következő évadban. A témában a vendégem, a Zeneakadémia programigazgatója, Csonk András, tisztelettel köszöntöm. Rég nem találkoztunk, ez talán a mi hibánk is, úgyhogy örülök neki, hogy ismét köszöntetjük itt a stúdióban. Jó pár év eltelt azóta, hogy ismét birtokba lehetett venni a Zeneakadémiát, tehát rákérdeznék erre a részre is, hiszen egy program összeállítás akkor kiderül, hogy a felújított Zeneakadémia mire ad lehetőséget, milyen terei vannak, mivel újult meg, és mi az a plusz, amit a felújítás óta be lehet illeszteni az éves program kínálatban. Hát most már 5 éve, nem is lassan, most már kicsit több is, amióta újra megnyílt a Zeneakadémia, 2013. októberében nyílt meg a felújítás követően, és hát akik azóta nagyon sokan voltak, azok azt érezhetik, hogy egyrészt a közönségforgalmi terek, mosdók, kiszolgáló területek, büfé, ezek alapvetően ruhatár, ezek megújultak, tágasabbak, kényelmesebbek lettek, tehát a közönség, és amit nem sokan látnak, a közreműködők számára is sokkal jobban használható az épület. A nagy terem és a Solti terem, ugye így hívjuk most a Zeneakadémia kis termét, patinája a régi, sőt én azt gondolom, hogy még szebben csillog, mint annak idején, hiszen mindent az 1907-es eredeti állapotnak megfelújítottak föl, mindent különös műgonddal, úgyhogy gyönyörű terekben lehet élvezni a zenét. De kényelmesebb is lett a nagy terem, megnőtt a lábhely a földszintű üléseknél, tehát sokkal kényelmesebb körülmények között lehet élvezni a koncerteken. De maga, ami az alapja, hogy ez egy fantasztikus tér, egy olyan atmoszférájú terem, mind a kettőről beszélve, amiben egészen különleges körülmények között lehet a zeneélményének átadni magunkat. Az, hogy csodálatos helyszínen vagyunk, ez egy, de hogy milyen az akusztikája az egésznek, az a másik csodája tulajdonképpen a Zeneakadémiának. Amikor a Zeneakadémia épült, és a felújítás folyamán is, gondolom, hogy különös gondot fordítottak arra, hogy minden úgy legyen helyreállítva, vagy felújítva, hogy az akusztika még jobb legyen. Azt szokták mondani, és ön műpás is volt, tehát van összehasonlítási alapja, hogy talán a műpa akusztikája még jobb. Én nem tudom, én annyira szerettem a Zeneakadémiát, magam is számos koncerten vettem részt, nézőként is, és közreműködőként, hogy nem tudom, hogy persze az új kor, meg az új technikák azért sok mindenben segítenek, de az akusztikája az akadémiának kiváló. Így van. Hát a két termet nehéz összehasonlítani, hiszen a MIPA egy változtatható akusztikai környezet, tehát ugye van egy speciális berendezés, amivel sőt több berendezés, amivel lehet változtatni az akusztikai körülményeit egy-egy koncertnek. A Zeneakadémia, amikor megépítették, az úgy volt jó, ahogy van, és azóta is úgy jó, ahogy van. Én azt gondolom, hogy ez egy kivételes adottság, hogy itt nem kell hozzányúlni semmihez, és egész egyszerűen jól szól. A Solti teremről viszont el lehet mondani, hogy a felújítás követően az akusztikája sokat javult, ezt a zenészek is mondják, akik ott föllépnek, és a közönség is. Ez több mindennek köszönhető, de hát ezzel nyertünk egy remek kamaratermet, ahol nagyon sok koncertet tudunk most csinálni. A kamaraterem nagyon sok mindenre ad lehetőséget, és valóban sokkal jobban lehet kihasználni, mint a régebbi időben. Elsősorban úgy gondolom, hogy az akadémistáknak, a fiatal művészeknek, illetve a kamara együtteseknek ad lehetőséget, vagy teremt lehetőséget a Solti terem. Hogyan készülnek a következő évadra? Kezdjük talán a hallgatókkal először. Hát a Zeneakadémián értelemszerűen a számunkra az egyik legfontosabb, hogy a hallgatóinkat helyzetbe hozzuk a koncerteken. Ez többféle sorozattal is megpróbáljuk elérni. Ezek között talán a legfontosabb a tehetségköteles című sorozatunk, ami kifejezetten a legtehetségesebbeket helyezi a fókuszba. Tehát olyanokat, akik szólista karrierjük elején állnak, vagy legalábbis azt tervezik, és ők kapnak egy teljes estés koncertet, ahol
barátaikkal, művésztársaikkal tudnak bemutatkozni. Én azt gondolom, hogy ez mindegyikük számára egy fontos lépés az önálló előadó művészi pálya megteremtésében. Hanyan éves korukra kerül erre sor, vagy pedig a tehetségüktől függ-e, hogy mikor kerülhetnek helyzetbe? Abszolút a tehetségüktől függ. Hát ugye vannak olyan még előkészítő korban lévő hallgatók, akik tulajdonképpen még nem is egyetemisták, de már hozzájutnak ehhez a lehetőséghez. És ez a különleges tehetségek osztálya? Így van, így van. Tehát vannak olyanok, akik egész fiatalon hozzájutnak, és vannak, akik ténylegesen akkor, amikor elvégzik, vagy már éppen el is végezték az egyetemet. Tehát ez az egyik fókusz, a másik pedig egy olyan sorozat, amit mi úgy hívunk, hogy élesben, ami egyes tanszékeket, tanszékcsoportokat helyez a fókuszba, ahol egyszerre többen mutatkoznak be, és ott mester-tanítvány viszony is megjelenik, hiszen a tanárok együtt játszanak a növendékeikkel, és így mutatják be azt a fejlődési utat, amit meg tud tenni egy hallgató az egyetemen. Tehát most például nem sokára, május végén lesz egy ilyen koncertünk, ami a különleges tehetségek osztályát mutatja be, és még előtte, hogy egy kis reklámot is csinálják, most május 13-án, azaz most vasárnap lesz a zongoratanszéknek az ilyen jellegű bemutatkozása, ahol bizony mesterek játszanak együtt nagyon neves hallgatókkal, tehát így Dráfi Kálmán például, aki a zongoratanszékünk vezetője, vagy Falvai Sándor, Lantos István, aki most kapott Kossuth díjat, ez volt rektora intézményeinknek, és olyan jeles növendékekkel fognak együtt játszani, mint Ránki Fülöp, Kocsis Krisztián, vagy éppen Balázs János. Azt gondolom, hogy remek neveket hallottunk, közben tényleg arra szeretném felhívni a nézők figyelmét is, hogy kattintsanak nyugodtan az akadémiának a honlapjára, hiszen minden fontos információ a bérletekkel kapcsolatban is megtalálható. A karmestereknek a személye is nagyon lényeges, és itt már az együttzenélésnél, ugye, én már belepillantottam ebbe a programfüzetbe, a karmesterekre fókuszálva is vannak különböző bérletek. Ezt hogyan alakították ki? Hát ami kifejezetten ilyen karmester központú, bár hát ez inkább csak a bérlet címe utal erre, hogy a zenekar és mesterei, ez is a hallgatóinkat hozza a helyzetbe, hiszen ez a Zeneakadémia szimfonikus zenekarát bemutató sorozat. Egyébként régen is volt a Zeneakadémiának szimfonikus zenekara, én nem emlékszem rá, hogy így koncertezett volna, én Istvános voltam, tehát akkor volt az István szimfonikus, meg volt a Bartóknak is, de így, hogy Zeneakadémia szimfonikus zenekara, én erre a kifejezésre nem emlékszem. Hát zenekara természetesen volt az egyetemnek, hiszen ez egy olyan dolog, aminek kell lenni, hiszen a hallgatóknak kötelező zenekari gyakorlat van, amit egy ilyen zenekarban való közreműködéssel terem meg nekik az egyetem. De az, hogy ez így legyen, hogy mondjam, promotálva és a köztudatba bevéve, ez nem volt, tehát ez már az újranyitás utáni koncert, önálló koncertmenedzsmentnek az eredménye, hogy ez a zenekar ilyen módon helyzetbe van hozva. És tényleg törekszünk, hogy nagyon jó mesterekkel tudjanak föllépni, hogy most is egy kis reklámot csinálják, május 17-én lép föl legközelebb a zenekarunk, a világhírű amerikai karmesterre, Dennis Russell Davis-szel, tehát ő tényleg ott van a világ legnagyobb zenekarait vezényli, és most eljön hozzánk, és a hallgatókkal végigcsinál egy hetes próba folyamatot, és a végén eljátszanak egy fantasztikus műsort, mert egy Bernstein szimfóniát és egy Mahler szimfóniát fognak hallani, és mind a kettő ugye a nagyon nagy apparátusra íródott, mind a kettő szoprán hanggal kísérve, tehát fantasztikus koncertnek ígérkezik. Még egyszer ennek a dátumát legyen olyan kedves. Ez most május 17-e. 17-e, érdemes lesz megjegyezni. Jegyek egyébként, hogyan érdemes venni jegyeket? Mert itt különböző kedvezményekről is lehetett olvasni a tájékoztatóban, hogy 20%-os kedvezmény, meg még 15%, tehát mit érdemesebb? Amiket most mondtam, azokra ezek a kedvezmények már sajnos nem igazak. Ez a most meghirdetett bérleteinkre igaz, hogy május 31-éig
ezzel az extra 15%-os kedvezménnyel lehet megvásárolni. Egyébként a bérleteink általában 20% kedvezményt eleve tartalmaznak, tehát hogyha valaki egyszerre megvesz többet, akkor nyilván egy kedvezményt kap, és ezt egészen addig, amíg a bérletek forgalomban vannak, ezt megkapják. Amikor végigolvastam a programot, és majd még mindjárt visszatérünk, és most öngondolkodjon, hogy mi az, amit szeretne kiemelni, akkor az jutott az eszembe, hogy milyen jó lenne egy olyan bérletet venni, hogy azt mondom, hogy az év folyamán 10 koncertet szeretnék végignézni. De nem biztos, hogy mondjuk egy bérletbe szeretném én azt felhasználni, hanem azt mondom, hogy simán elmennék egy karmaratermi koncertre, egy másikra, egy harmadikra. Van-e ilyen lehetőség, vagy a bérlet az bérlet, és azt mondjuk, hogy ezek és ezek tartoznak hozzá? Hát nálunk a bérlet az bérlet, és nem véletlenül, hiszen ezzel olyan tematikai egységeket képezünk, ami úgy gondoljuk, hogy egy adott műfajt szerető közönségnek ezek így együtt nagyon jól fogyaszthatók. Ugyanakkor tudjuk ezt az igényt, amit ön is mondta, nagyon sokan élnének azzal a lehetőséggel, hogy összeválogatnak különböző előadásokat, és úgy vennének bérletet. Ez technikailag nehezen kezelhető, tehát mi nem választottuk ezt, azért mi megpróbálunk olyan kínálatot adni, ami találkozik a közönség igényével, és hát ahogy fogynak a bérletek, úgy látjuk, hogy ez azért nagyjából sikerül is. Tehát, hogyha fölmegy most bármelyik ilyen online kereskedésre, és vesz egy könyvet, vagy bármit, akkor ugye ajánlanak mellé hasonlókat. Tehát mi eleve megpróbálunk hasonlókat ajánlani, mert az a tapasztalatunk, hogy a közönség azért általában egy műfajon belül szereti meghallgatni hasonló koncerteket. Amikor a programot állítják össze, akkor ki vesz részt annak az összeállításában? Ki dönti el, és mikor, hogy melyik művészt hívják meg? Akár külföldről érkező művészeket, akár külföldön dolgozó magyar művészeket, hogy milyen művek kerülnek bemutatásra. Mennyi erőkészítést tartalmaz ez az egész éves program kínálat? Ez egy nagyon hosszú előkészítés, ugye ez egy folyamatosan zajló munka, rengeteg programötletet kapunk itt horról és külföldről is. A Zeneakadémia most már olyan helyzetben van, hogy mindenki megkeres minket azzal, hogy szeretne föllépni, és különböző programjavaslatai vannak. Hát ennek azért valahol határt kell szabni, mert nincsen annyi nap a naptárban, amennyi koncertet lehetne rendezni. És meg is telik mindig az akadémia? Hát többnyire meg, azt kell mondjam, hogy fantasztikus. Többnyire meg. Tehát itthonról és külföldről is kapunk ajánlatokat, amiből alapvetően én a kollégáimmal állítjuk össze, úgymond a vázát annak, ami történni fog. De mikor el kell kezdeni? Mikor el kell elkezdeni? Tehát a 2019-es, gondolom már most el kell kezdeni. Igen. Hát most már a 2020-21-es szezonban dolgozunk. Ja, bocsánat. Tehát az körülbelül egy másfél-két évvel korábban dolgozunk egy adott szezonnak a koncertjeink. Tehát a komoly zene az nagyon hosszú távra terveződik, a művészek naptárai nagyon hosszú távra előre le vannak kötve, és minél előbb próbálunk valakivel megállapodni egy dátumban, annál nagyobb az esélyünk, hogy ez sikerül, és össze tudunk szervezni egy-egy koncertet. Ráadásul mi nagyon sokszor csinálunk olyat, hogy nem megveszünk egy létező produkciót, hanem kitalálunk egy műsort, és ahhoz válogatunk zenészeket, ami még nehezebb. Tehát minden egyes művész mondjuk egy trióba vagy kvartettbe külön-külön hívunk meg, és hát ez különös nehézséget okoz, de hogy visszatérjek a kérdésére, tehát alapvetően ott nálunk az igazgatóságon áll össze ez a programváz, amit én természetesen egyeztetek rektorasszonnyal, és akkor válik véglegessé. Azt mondtam, hogy mindenképpen lehetőség lesz arra, hogy elmondja, hogy ebből a rengeteg programból mi az, amit ön ajánl a nézőknek, melyik teremre, milyen témára mondana most egy pár gondolatot a nézőknek. Egy teljesen új bérletünk indul, lévén, hogy felavatjuk az új orgonáját a Zeneakadémia nagytermének. Ezt talán kevesen tudják, hogy az újranyitás után most láthatóak a sípok, amik ott vannak, de ez az orgona eddig nem működött. És az eredeti orgonát építjük vissza, azt, amit 1907-ben kapott a Zeneakadémia. Ez egy német orgona, úgy hívják, hogy Voigt orgona, ez egy híres orgonaépítő cég volt. És hát ilyen méretű orgonája nagyon kevés helyen van Európában ennek az orgonaépítőnek.
Ez egy különleges, tulajdonképpen történelmi orgona lesz ebben a szép felújított épületben, természetesen modern technikával és mindennel most már felszerelve, de azt tudni kell, hogy az eredeti sípokat építettük vissza, aminek a 80%-a még megvolt annak, hogy ezeket a 60-as években kiszerelték, de szerencsére sikerült a többséget föllelni, úgyhogy az eredeti hangokat fogjuk hallani. És hát nyilván akkor készülünk egy bérlettel, ami ezt az új orgonát mutatja be, amit nagy szeretettel tudok ajánlani közönségnek. Az a célunk, hogy az orgona minden arcát megmutassuk, tehát hogy legyen szóló orgona, koncert, zenekaros, valamilyen hangszerrel párosítva, úgyhogy mindenféle ilyen koncertünk lesz. A másik, hogy természetesen világsztárok is megfordulnak majd a Zeneakadémián, tehát több olyan sorozatunk is lesz, amiben nagyon nagy előadókkal lehet majd találkozni, tehát lesz újra egy barokk sorozatunk, amelyben azt gondolom, hogy ennek a műfajnak, a historikus zenélésnek a legjobb előadói jönnek el hozzánk. Lesz egy nagy oratórikus sorozatunk, ennek az egyik kiemelkedő eseménye Philipp Herre vége, a világhírű karmester Mozart Requiem előadása lesz a kollégium. Ez mikor lesz? Kálegente. Ez jövő februárban. Már most veszek egyet. Igen, érdemes, mert ezek azok, amik a leginkább elmennek, tehát ezek tényleg nagyon, nagyon komoly. Nem véletlenül kérdeztem rá, igen. Azt gondolom, hogy ez fantasztikus lesz. Még egy pár másodpercünk maradt hátra, a gyermeksorozatról legyen olyan kedves egy-két invitáló szót a szülők és a gyermekek felé mondani. Liszkukat sorozatunk őszi témája az Istenek zenéje, tehát olyan zenék köré csoportosítottuk az előadásokat, koncerteket, amelyek valamilyen vallási rituálékhoz köthetők, tehát lesz benne keresztény, tehát gregorián indítása, lesz ortodox, lesz keleti, tehát ilyen balinész gamelán, és lesz amerikai spirituálé, tehát ez a négy fő témacsoport, ami körül a koncertek lesznek, és egy kitűnő előadókkal, és nagyon jó, élvezetes műsorvezetéssel természetesen. Ki az Zeneakadémiának most az igazi közönsége? Lehet-e korosztályilag besorolni? Hát ahogy látjuk, és mindig is így volt, a Zeneakadémia koncertjeire az idősebb korosztály jár, de örömünkre mi azt látjuk, hogy nagyon sok a fiatal arc. Tehát azért azt én nem mondanám, hogy beszorultunk abba, hogy csak idős korosztály látogatna minket. Egyre több és több fiatal van, de azért a törzsközönségünk az a már eleve a Zeneakadémián szocializálódott komoly zene rajongó, aki itt szereti a legjobban meghallgatni a kedvenceit. Nagyon szépen köszönöm, csodálatos évadot kívánok önöket, pedig invitáljuk a Zeneakadémiára a következő évbe is, sőt a következő hétre is már. Kattintsanak az akadémiának a honlapjára, és keressék a programokat. Köszönöm szépen. Köszönöm.